október 1-től új igazgatója van a Jancsik Mátyás Múzeumnak, a galériának és a hozzátartozó egyéb kisebb bemutatótermeknek. Ildikó, milyen változások lesznek itt a Jancsik Mátyás Múzeumban? Milyen tervekkel érkezett? Igazából természetesen a múzeumi munka az ugyanúgy folyamatosan fog folyni. Nagyon nagy változtatásokat én nem tervezek. Igazából van nekünk 4 kiállító helyünk, tehát ezek továbbra is a kiállításokat ezek fogják befogadni. Ami igazából nálam és ez a vezetői programomban is leírásra került, én azt szeretném, hogy kevesebb, de magasabb színvonalú kiállítást állítsunk fel, és itt én egészen konkrétan arra gondolok, hogy itt nálunk általában, főleg ebben a nagy teremben és a kis teremben is képzőművészeti kiállítások voltak leggyakrabban láthatók. Én úgy gondolom, hogy arra van inkább igény, hogy egyrészt helytörténeti, másrészt pedig helyi néprajzi jellegű kiállításokat csináljunk inkább, és ezekhez a kiállításokhoz szeretnék én mindenféle egyéb kísérő rendezvényeket hozzárendelni, tehát akár felnőttek számára ilyen jellegű előadásokat, illetve gyerekeknek helytörténeti, néprajzi jellegű foglalkozásokat. Szeretném jobban bevonzani mind a felnőtteket, mind a gyerekeket. Én úgy gondolom, hogy ehhez a kapcsolatrendszer az iskolákkal is megvan, tehát most is várunk csoportokat, tehát már vannak megszervezett csoportok, akik jönnek az állandó helytörténeti kiállításunkat például végignézni, és hát én úgy gondolom, hogy minden békésinek, hát békésit kellene, hogy érdekeljen a saját városának, ami egyébként egy eléggé jelentős város a megyében, főleg a régi időkben, tehát a saját városának a történetét kell, hogy ismerje valamilyen szintig. Intézmények számára a fejlesztés szinte csak pályázatból lehetséges a mai időkben. Önök hogy állnak ehhez, akarnak-e majd pályázatokat, illetve van-e folyamatban már ilyen? Természetesen, régóta mi is a pályázatokból élünk, lehet azt mondani. A Nemzeti Kulturális Alapprogram szokott múzeumi pályázatokat kiírni, a nagyobb kiállításainkat pályázati pénzből tudjuk megoldani, illetve vannak különböző eszközbeszerzési pályázatok, ezek az elmúlt években is történtek, felújítások, a gyűjteményi anyag polcrendszeréhez pályáztunk, illetve hát egyéb ilyen jellegű pályázataink is voltak. Igen, most is van folyamatban lévő pályázat. A város 300 éves újjáülésének az ezévi programsorozatát januárban egy múzeumi kiállítás fejezné be, és egy erre szóló pályázati, tehát egy megnyert pályázatunk van, ami hát egy folyamatban lévő kiállítási pályázat, ennek a leszervezése, a kiállítási anyagnak a gyűjtése, a kutatás történeti szakkönyvekben, stb. Ez most folyik. Ön hogy látja a mai világban, amikor már az internet és az egyéb multimédiás eszközök is hatalmas térhódításnak indultak még a múzeumokban is? Milyen irányba lehet fordítani ezt a békési múzeumot, a galériát? Én úgy gondolom, természetesen az internet belépése az egy elég nagy kihívás. Ugyanakkor a mi kiállítási anyagunk, tehát a múzeumokban őrzött anyag, amit én mindig hangsúlyozok, hogy gyakorlatilag Békésváros múltját a mi tárgyaink őrzik, tehát benne van a mi tárgyainkban. Ezt természetesen személyesen kell látni, olvasni. Ezt, ha fel is tesszük internetre, nem ugyanaz a hatása, de én azt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ezt is ki is hangsúlyoztam már több helyen, hogy az alapvető lépés számunkra most azt kell, hogy legyen, hogy a városnak egy honlapot létrehozni, ahol a kiállításainkról, illetve a munkánkról legalább nagy vonalakban mindenhonnan a esetlegesen majd itt látogatóként megjelenő emberek tájékozódhassanak.